lentről kell indítani, ugye? Igen, de a csizmáról lenned rá. Jó, ne? Csak ide fel? Jó. Akkor erre veszünk követ? Vagy csak nézzük rá, vagy hagyjuk így a bánatba, vagy mit lévők vagyunk? Én szerintem azért hozzátesz egy picit, nem? Így vele nyúlni. Uh-huh. És akkor itt tudsz vele közlekedni. Aha. Csak hogy legyen mire támaszkodni. Most lemegyünk a Dunapartra és megölöm. Lesz olyan, hogy most kicsit véres, később még véresebb, vagy ilyesmi? Most általánosságban véres. A kardodat ne tartsd ennyire erőt sugárzva, tehát így inkább vonszold magad mellett. Jó lesz. És azért, hogy ne olyan legyen, mintha kijönne a kútból a víziszörn, hanem lássam az arcodon a szenvedést. Minden egyes centiméter, amit megteszel, az egy küzdelem legyen. Itt tele vagy erővel. Üzdjél, nem tudsz haladni, gyenge vagy. Ez a jó. Kemény volt, de király. Az elsődleges meg a legfontosabb, hogy jön itt izélnek, hogy a hajukat izélik tüntetik el vele. Tehát, hogy valójában azt itt, vagy ha hátul összefogod vele. Éppen tesztek-vesztek, stb. Kisfiad, mintha észrevenne valamit. És ide előre szalad. Az István bejön rajta, és akkor fölkapja a kisfiát, örülnek egymásnak, és utána pedig oda viszi hozzád, és egymást átölelitek. Fölkapod a Bencét, igen? És vele belépsz a képbe, és szemben álltok egymással, egy ilyen képet szeretnék. Nem baj, gyerünk! Szólok, ha megállsz. Állj! Így, ez nagyon jó. Köszönöm, Bence, király voltál, ügyes voltál.